Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, heti áhítatainkat, a Nyitott Ajtó áhítatos könyvből olvasom, így hajtsuk imádságra fejünket. Uram, tisztítsd meg szívemet igéttel. Amen. Máté evangéliumának 15. fejezetéből a 18. verset olvasom. Amikor, ami kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Amen. Sokszor beleesünk abba a csapdába, hogy egy-egy jól induló beszélgetés folyamán olyasmi csúszik ki a szánkon, amit nem szeretnénk. Lehet, hogy nem is veszük észre, hogy az ilyen véletlenül elejtett szavakkal milyen óriási károkat is tudunk okozni. Emberi életek, barátságok, akár házasságok mehetnek tönkre egy-egy ilyen nem kívánt, meggondolatlan mondat vagy szó miatt. Ez az ige arra figyelmeztet bennünket, hogy ha a szívünkben olyan érzések kavarognak, amelyek nem helyén valóak, akkor az előbb-utóbb valamilyen formában ki fogjuk mondani, és annak következményei lesznek. Jézus óva képmutatástól, óva attól, hogy másnak mutassuk magunkat az emberek előtt, mint amilyenek valójában vagyunk. Nem a farizeusok táborában akar minket látni. Azt akarja, hogy az ővéi legyünk, és végezzük el azt a feladatot, amit ő ránk bízott. Ehhez azonban változásra van szükség. A szívünket, a gondolatainkat csak Jézus segítségével, a szentlérek erejének a segítségével tudjuk átformálni, megváltoztatni. Ha azonban ez megtörténik, az az egész életünkön meg fog látszódni. Az eddig oly fontos dolgok már nem lesznek olyan fontosak, jut majd idő másokra is, nem csak magunkkal leszünk elfoglalva. Erdi József ima című versében így val erről. Szívembe térsz, és szívemet szorongatni nem engeded. Elmémbe térsz, és ott ragyogsz, szemembe ülsz és mosolyogsz. Imádkozzunk! Istenem, Te látod az én szívemet, tudod, hogy mennyi nyomorúságot, békétlenséget, haragot rejt. Változtasd meg szívem érzéseit, elmém nem helyén való gondolatait, mert így nem tudok élni. Add a te békességedet, derűdet, megértésedet hogy én is hasonló módon tudjak embertársaim felé fordulni, őket vigasztalni, bátorítani, könyörülj rajtam. Amen.